Köszöntöm stúdió mai vendégét, ifjabb Horváth Gábort, aki teljesítette méghozzá szintén belül a Párizs-Brest-Párizs kerékpáros távolságot. Majd elmondjuk, hogy hány kilométer volt ez. Köszönöm, hogy itt vagy a stúdióban. Köszönöm, ha azt mondom neked, hogy Párizs-Brest-Párizs, akkor először mi jut eszedbe? Hát egy nagyon hosszú teljesítménytúra, egy kerékpáros teljesítménytúra jut eszembe, és másosorban pedig egy óriási élmény, amit átéltem a kerékpáromnak a nyergében. Amikor leszálltál a nyerekből, akkor mi jutott eszedbe? Jaj, végre vége van. De egyébként menet közben akkora élménylöketet adtam, úgyhogy igazából nem is a célba érkezés volt a lényeg, hanem amit végig átéltem az egész túra során. Ez egy nagyon-nagyon régi verseny, utána néztem és segítséget felhasználtam. Én is magam sem gondoltam, hogy egy újság kezdeményezte valamikor az 1800-as években, és aztán bizonyos időszakonként rendezték meg, aztán most legutóbb már csak 4 évente van. Így van, ez volt a 19. alkalom most a 2019-ben, hogy megrendezték ezt a túrát. Legelőször még profik vettek részt rajta, de most már kimondottan amatőröknek szervezik ezt a 4 évente megrendező teljesítménytúrát, ahova a föld számos országából, ennek a francia anyaszervezetnek a jó voltából 70 országból jöttek kerekesek. Te honnan tudtad meg, hogy van egy ilyen verseny? Én magam nem hallottam erről. Hát legelőször még szájhagyomány útján 2015 tájékán hallottam a Kecskemét környékbeli bringásoktól, hogy van egy ilyen jótét lélek, aki Kecskemétről már letekerte, őt Tihanics Kornélnak hívják. Meg is ismerkedtünk személyesen, elmesélte az élményeit, és akkor már szinte eldöntöttem, hogy ezen nekem is ott a helyem. Viszont ehhez azért még voltak különböző feltételek, aminek meg kellett, hogy feleljek, hogy itt el is tudjak indulni 2019-ben. Nagyon helyesen mondta, nem elég, hogy az ember jelentkezik, hanem még szelektálják is a versenyzőket, indulókat. Úgymond bizonyos teljesítménytúránkon kell részt venni. Így van, bizonyos kritériumoknak meg kell felelni. Erre pedig az volt az indok, hogy 2018-ban minél hosszabb túrát kellett teljesíteni, hogy minél hamarabb tudjak egyáltalán jelentkezni erre a túrára, mert azt tudni kell, hogy 7000 főben maximalizálták a jelentkezőknek a létszámát, és ez nagyon gyorsan betelik. Úgyhogy aki például a tavalyi év során 1000 kilométeres túrát teljesített, azok közül konkrétan 1800-an már az első órákban, mert éjfélkor megnyitották az időkaput, amikor lehetett regisztrálni, és az első órákban már 1800 hely elfogyott. És mivel én csak a 600 kilométeres, úgymond idézőjelben csak a 600 kilométeres túrát teljesítettem, én csak 2 hét múlva tudtam regisztrálni először, és akkor már is volt egyébként fogyva legalább 2200 hely. Tehát aki most úgy dönt, hogy mindenképpen szeretne elindulni 4 év múlva, már most jó, hogyha teljesíti a bizonyos túravonalakat. Így van, pontosan. Hát egy edzésnek sem árt, más pedig gyakorlásként, és legközelebb majd 2022-ben kell igazán majd akkor rágyúrni. Ilyen teljesítménytúrák minden országban szerveződnek, ha jól tudom. Magyarországon is van. Így van, ahol van a franciaországi szervezetnek ilyen szervezet abban az adott országban, ott mindenhol szerveznek ilyen jellegű túrákat. 200-tól egészen akár 1400 kilométerig is vannak egyéb speciális túrák, ahol meg tudják, a kerekesek fitoktatni tudják az erőket. Párizsból Bretagne csücskék az óceán partjáig tekertél meg vissza, 1200 kilométer? Így van, pontosan. Szintemelkedés? 12000 méter szint. Ebbe egyébként semmi komolyabb hágó nem volt benne. Gyakorlatilag a nullától a 352 méteres tengerszint feletti magasság között ingadoztunk, tehát dombról föl, dombról le. Hány órán belül teljesítetted? 80? Bruttó 83 óra és 18 perc környékén teljesítettem ezt. 90 órám volt erre a kerékpáros teljesítménytúrának a teljesítésére, tehát ez sikeresen meg is történt. Hogyan osztottad be? Hogyan készültél fel rá, hogy hol fogsz megállni? Milyen ritmusban fogsz tekerni? Hol fogsz enni? Hol fogsz aludni? Hogyan lehet erre fölkészülni? Hát, ez egy nagyon jó kérdés. Hazudnám, ha azt mondanám, hogy ezt előre elterveztem. Ez igazából ott a helyszínen kialakult. Mivel ez egy olyan speciális túra, hogy 18 óra 15 perckor rajtoltam, ezért szinte azonnal az estébe beletekertünk, és igyekeztünk a túra előtt minél többet aludni, hogy kipihentek legyünk, és ezáltal az egész éjszakát végigtekertük, és amikor eljött a hétfő éjszaka, elértünk 521 kilométerig, akkor azt mondtuk, hogy jó, akkor most már pihenjünk egy picit. Evés?
Az úgy menet közben, amit az ellenőrző pontokon, illetve a helyi lakosság számukra biztosít, illetve amit persze természetesen a startnál vittünk magunkkal, mint szendvics, műzli szeletek, ilyesmi. Mit tapasztaltál, mennyire segítik a szervezők a teljesítmény túrázóknak az életét? Idősebb önkéntes szervezőkről van szó, és én meg vagyok róla győződve, nem ismerem őket személyesen, de meg vagyok róla győződve, hogy ők is kerékpárosok, tehát nem véletlen, hogy ennyire... Franciaországban mindenki kerékpáros. Szerintem mindenki, tehát ott még a 3 évestől a 90 évesig is szerintem tele van mindenki kerékpára. Szerintem hát egyértelmű, hogy mindenhol, ott, ahol segítették szervizzel, ellátmánnyal, élelmiszerrel, bármivel, tényleg biztosítás, motoros biztosításunk is volt, tehát nagyon vigyáztak ránk. Tehát mondjuk nem is kellett nagyon sok mindentől minket óvni, hiszen a helyi közlekedés is úgy zajlott, hogy amennyire lehetett, az autók lehúzódtak, nagyon lassan mentek, sőt, kihajoltak az ablakból, tapsoltak, ilyeneztek, álléztak, szóval tényleg itt minden arról szólt a környéken. Ez egy népünnepi. Abszolút, ez egy jambori volt az egész, igen. Mi volt a legjobb azon túl, meg gondolom, ez az élmény, hogy az ember teker, és aztán tapsolnak, és az emberek ott állnak az útszélén, ez mindenképpen egy megkapó, és nagyon-nagyon fontos élmény. Így van. Számodra mi volt a legfontosabb? A teljesítés mellett egyértelműen ez a sokszínűség, hogy rengeteg országból érkeztek a bringások, és ez, hogy a helyi lakosság így állt hozzá, tehát azt mondom, hogy egy flow érzés alatt tekertem szinte végig, sokszor meghatódva, majdnem a könnyem kicsordult, amikor az egész a falu apraja nagyja kint volt, tűzoltó zenekarral, mindenkinek bemondták egyesével a nevét, amikor beérkezett az adott ellenőrzőpontra, pacsiztak a fiatalok, tehát ez ilyen kölcsönös érzés. Szerintem ezeknek a fiataloknak is óriási élmény lehetett, hogy úgymond ezek a hősök így lepacsiztak velük, és ezáltal úgy ők is maguk mikével tudták tenni ezt az élményt. Túl vagy a betegségen, gondolom legyengült állapotból fakadóan lettél beteg. Most aztán mire lehet készülni? Mire fogsz majd készülni? Hát most egy picit úgymond jön az off-season, a kicsit a két szezon közötti állapot, amikor majd újra lehet gyűjtögetni az erőt, de azt azért hozzátenném, hogy most két napja is volt még Balaton, Almádiban egy 200-as teljesítmény, túránk úgy levezetésként, a szép őszi időben egy jót tekertünk, és aztán majd hát jön a 2020-as év, teljesítménytúrák mindig is vannak, akkor is lesznek, célokat is lehet nagyon könnyedén találni, úgyhogy hát készülök a következő szezonra majd. Aki kedvet kap, és reméljük, hogy jó sokan kapnak kedvet, és szeretnének fölkészülni, hol találhatnak meg téged, mondjuk egy címet nyugodtan? Szerintem én nem is igazából magamat mondanám, hanem az egész túra szervezetet, a brmhungary.hu nevezetű weblapon, illetve a Facebookon is megtalálhatóak vagyunk, a Randonneurs Club Hungary zárt csoportban, oda bárki nyugodt szívvel tud jelentkezni. Egyébként kecskemétiek is közül nagyon sokan részt vettek már valaha BRM túrán, plusz rendszeres résztvevőink is vannak nagyon sokan Kecskemétről. Köszönöm szépen a beszélgetést, élmény volt veled beszélgetni és megtudni ennyi mindent erről a versenyről. Várjuk a folytatást, köszönöm. Köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm.